csontvázatnak a jellege már csak olyan, hogy teljesen váratlanul és meglepő módon kerülnek elő a kinyitott szekrényből. Tehát én most a mai állapotot tudom önöknek rögzíteni, ami tudásunk, vagy ami információink szerint több mint 60 olyan ügy van, amelyet érdemes önök elé tárni. A társasági adónál egy 50 milliárdos, SZIA-nál egy 40 milliárdos, a jövedéki adónál pedig egy 30 milliárdos túltervezés történt. Itt van egy hasonló ügynek a közlekedési vállalatok többletfinanszírozása. Ugye a MÁV-ról, BKV-ról és a MALÉV-ról van szó. Ennél a három állami vállalatnál több 10 milliárd forintos tételsorról beszélünk. Az egyik kedvencem, nem tervezték be a 2010-es nemzetközi tagdíjakat, ugye ENSZ, NATO, OECD példáit hadd említsem itt meg. Ez együttesen közel 6 milliárd forintot fog kitenni, 5,8 milliárd forint egészen pontosan. Szintén a jelentős és nagyon súlyos tételek közé tartozik a vértes erőműnek az ügye. Valahol 25 és 35 milliárd forint között lehet majd a végső közvetlenül az államot a költségvetés terhelő követelésállománynak a nagysága, moszkvai kereskedelmi székháznak az ügye. A beszélések szerint közel 1 milliárdos vagyonvesztés érte itt a magyar államot. Posta székház szintén hasonló eset. Beletettük a MVM-nek és a MÁV-nak a székház ügyét is. Az állam számára rendkívül kedvezőtlen szerződésekről van szó, amelyeknek akár a milliárd forint fölötti tételt fog elérni. Egyet hadd említsek meg a kisebb tételek között. Ugye ez a Magyar Fejlesztési Bank külképviselőjének az ügye. Különböző luxus juttatások kerültek itt kifizetésre. Ugye az egyik kedvenc példa annak a gyermekágynak a beszerzése, amely 326 ezer forintot tett ki, és amelyet minden gond nélkül a magyar adófizetők terhére a Magyar Fejlesztési Bank kifizetett. A mi anyagunk ugye azt állapította meg, hogy azok a tételek, amelyeket az átadás átvétel során nem ismertünk, azok a hiány mértékét a GDP 1,6%-ával emelhetik meg. De szerencsére a időközben meghozott kormányzati intézkedések és az úgynevezett nem várt, vagy egyenleg javító hatású hiánycsökkentő tételek következtében a 3,8-as hiány az év végére tartható. Meggyőződésem, hogy kisebb lesz a 2011-es hiány, mint az idei, tehát ebben szinte biztos vagyok, és azt is nagyon remélem, hogy ez a következő évi hiány, ez a 3%-hoz lesz közel. Valóban több mint 2800 milliárd forint 2011-ben a lejáró adósságunknak a mértéke, több mint 20 ezer milliárd forint a magyar államadósság, és ez óriási kamat és adósságszolgálati terhet jelent az ország számára. Ez a pénz igen hiányozni fog az oktatásból, hiányozni fog a pedagógusok fizetéséből, hiányozni fog az egészségügyi rendszerből, hiányozni fog mindenhonnan.